A Bad Movies legújabb élménybeszámolójával jelentkezik, Sorter. És Black Sheep, az arany pedig a fertőzés lesz, amit sikeresen túléltünk, úgyhogy meg tudunk titeket ajándékozni a véleményünkkel, bár állítólag egy nap a vírus lappangás ideje, úgyhogy lehet, hogy még, tehát mindenképp még ma föl kéne tölteni, hogy tehát meg is kapjátok, mert holnap már nem biztos. Na hát Steven Soderbergh legújabb filmje, aki az elég termékeny rendező, mert szerintem hát egy-két évente csinál azért egy filmet. Igen, bár az megoszlik a filmjeiben, hogy melyik kap nagyobb hype-ot és melyik kevesebbet. Hát legutóbb, ez általában minőségfüggő. Legutóbb szerintem az Ocean filmek, vagy esetleg az Informátor volt, amit úgy fölkaptak, de például volt neki az a Jó német, azt hiszem ez volt a magyar cím. Hát az már nagyon hát régen volt. De jó, csak arra akarok kiukadni, hogy az például azt hiszem itthon nem is volt mozikban. Vagy ja, most lehet, hogy én rosszul nem, tudom, de de mindegy. Igazából Soderbergh-el én úgy vagyok, hogy egy jó rendezőnek tartom. A élete filmét, a Trafficet csak nemrég kezdtem el nézni, még nem néztem végig, de mondjuk az nagyon-nagyon tetszik. Az Erin Brnovichot még nem láttam, mondjuk az nem is annyira érdekel. De az Ocean filmeket igen, és most a Fertőzést, és ez alapján szerintem egy tehetséges rendező. Hát ilyen korrekt iparos munkákat szokott többnyire csinálni. Igazából a Fertőzés sem kivétel. Korrekt iparos munkákat, nagyon erős színészekkel. Igen, Soderbergh filmében mindig, hát nem azt mondom, hogy általában mindig, de ilyet én nem mondok. Tehát mindig egy erős színész brancsot sikerül összehoznia. Vagy legalább egy nagyon erős alakítás, mert például mint a Matt Damonos Informátorban, vagy a Jó németben George Clooney. Tehát ez a nagyon erős jelenlét. Hát a Jó németben ott volt még Tobey Maguire is. Azért. A Pokémon D, vagy a MTV legjobb csóki díjának nyertese. Igen. Pokémon értőt szeretjük. Igen, hát Tobey Maguire, hát George Clooney mellett nyilván George Clooney-nek esélyese volt. Ja, szóval... Igazából George Clooney, hogyha elvigyorodik már. Egyébként Tobey Maguire-t láttuk már a Spider-Man 3 óta? Igen, volt neki a Testvérek című filmje Jake Gyllenhaal, és általában az nagyon jó. Ja jó, akkor nem szóltam. Azért azt hiszem Golden Globe-ra is előtt. Egy filmben láttuk 4 év alatt. Hát mi nem láttuk egy filmben sem, mert nem néztük meg a Testvéreket, de nem számít. Jó. Kicsit elkanyarodtunk a Fertőzéstől, tehát a Fertőzés igen, ez Soderbergh legújabb munkája. Hát akkor vázold a történetet így néhány szóban. Megjelenik egy halálos vírus. Jó, hát ez pont néhány szóban volt. Így van. Igazából tényleg ennyi az egész filmnek a sztória. Nem is nagyon lehet sokat beszélni a Fertőzésről. Az előzetes is ennyit ígért. Szerintem ez egy kifejezetten jó dolog volt a filmmel kapcsolatban, hogy az előzetese végre egy előzetes, ami nem volt halálra spoilerezve. Hát azért volt benne spoiler, meg szerintem elég sok hosszú volt, ha nem is volt hosszú sok spoiler, volt, igen. De sok minden volt de benne. Korrekten megmutatta, hogy ebben a filmben azt fogjuk látni, hogy megjelenik egy vírus, egy halálos vírus, és ennek az útját követhetjük nyomon az egész film alatt. Igen. Az elejétől a végéig, megjelenésétől a megszűnéséig, konkrétan tényleg ez van benne. Igen. És ezt úgy masszívan hozta is a film, bár azért voltak benne hibák, és most nem tudom, hogy most akkor a dicséretekkel kezdjük, vagy a hibákkal. Hát szerintem kezdjük a színészekkel, esünk túl gyorsan a brancson, mert nem semmi színészgárda van. Hát igen, most nem tudom, hogy mindenkit egyenként. Nem, mert hát elég sokan, szóba, hát csak is felsoroljuk, kik játszanak a filmben, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, tehát elképesztő. Most ha valakit kihagytam, akkor majd megírom neki levélben, hogy bocsánat. Mindig Paltrow cameózik. Az... Hát nem mondanám, hogy cameó van, hát azért az első pár jelenetben. Hoppá! Kis spoiler! Jó, hát most azzal kezdődik a film, hogy Gwyneth Paltrow megfertőződik, tehát talán nem akkora spoiler. Tehát nagyon jó színészek, és mindenki jól alakít. Hát, tehát ilyen gárdától ez nem meglepő. Matt Damon kiemelendő szerintem. Igen, aki ismét nagyon jó szerepben volt látható, és nagyon hitelesen is játszott, illetve nekem még Lawrence Fishburne tetszett nagyon. Igen, mert ő neki nagyon... fontos. És feltűnik a filmben volt. Ő John Hawkes. Ja, igen, is benne van, benne van. Ő neki nagyon örülök. Ugye a friss Oscar jelölt John Hawkes. Összesen a 3 jelenete van, ami összesen nem tesz ki 1 percet, de jó volt, hogy itt volt. Tehát a színészek nagyon jók, a karakterek jók, igazából ilyen tipikus karakterek, de a színészeknek hála vittek belé némi plusz, tehát nem fogod azonnal elfelejteni őket, és nem lehet annyira nagyon beskatujázni őket, bár tényleg mindegyik ilyen tipizálható karakter, hogy megvan a... Hoppá, lejtettem a pendrive-ot, mindegy. Megvan a... Jól el vagy így beszéd közben egyébként. Hát, leesett, nem? Itt van, jó van. Hagyjad már a francba, kit érdekel, hogy ott van a pendrive. Ja, végül is igen. Rajtam kívül mindenki leszarja. Hogy... csak én is nem tudok közben, mivel szórakozni. Akkor mondom én. Tehát addig keresik magadnak valami játékot, jó van? Itt van, jó van. Most már nyugodt vagyok. És már tudok ezzel itt szórakozni. Akkor most már befejezed, vagy mondjam én? Hát nem tudom, hol tartottam. A karakterekről beszéltél, hogy mindegyik backskatujázható azért. Ja, igen, tehát hát igazából most már elmondom én, mindegy, hagyjad, most jó. Már ne erőltesd meg magad is. Kurtuk már, úgyis mindegy. Én nem, ne keverj engem is bele. Jó.
Akkor mindegy, most már inkább hagyjuk ezt, megpróbálom valami értelmes vonalra visszaterelni ezt az élménybeszámolót, ami már szerintem a képtelenséggel egyenlő, de Istenem, már próba szerencse. Tehát a karakterekről beszéltünk így pár perccel ezelőtt még, hogy tulajdonképpen mindegyik beskatujázható, tehát eléggé tipikus figurákat látunk a filmben, de a színészeknek hála azért ezek a sablonfigurák megtöltődnek élettel és képesek a érdeklődést fönntartani. Illetve nekem még azt tetszett nagyon a filmben, hogy ezt egyébként több helyen is olvastam, hogy nagyon életszerű. Tehát, és ez tényleg igaz, néha már olyan, mint egy dokumentumfilm. Igen. Tehát nincsenek benne túlzások, nem ilyen tipikus hollywoodi, egyáltalán nem. Tehát, ha vannak olyan pillanatai azért, de összegészében... Egy-kettő, de az elhanyagolható. Igen, összegészében tényleg nem. Nem is amerikai film lenne, ha nem lennének ezek benne. Úgy, azért mégiscsak egy nagy költségvetési produkció, tehát ezt nem lehetett elkerülni szerintem. De tényleg azt el kell ismerni, hogy hogyha a valóságban kiütne egy ilyen vírus, az valahogy így játszódna le. Tehát úgy körülbelül ezt lehet elképzelni, igazából, egy valós helyzetben is. Igazából a film egyetlen hibája szerintem az, hogy pont ebből adódik kicsit, hogy nagyon sok karakter van, őket elég közel hozza hozzánk a film, tehát szinte mindenkiről elég sokat megtudunk, és ezáltal valahogy a vírust mindig az ő szemükön keresztül látjuk, de nem nagyon látjuk úgy unblock az egész világra kiterjedő hatását. Néha látjuk, de azt szerintem azokban a jelenetekből kellett volna még. Ez az óriási pánik, ez az anarchia, ez valahogy hiányzik. Igen, egy-két tehát, jelenetben hogy... benne volt ez is, de nem, szerintem ezen nem dolgoztak. Illetve még az volt egy kicsit szerintem gond a filmmel, most ezt igazából ez nem spoiler végül is, hogy a film a végére már annyira nem erőteljes, mint az elején. Tehát a végére most nem árulok el ezzel semmit, hogy már x millió halott van meg, mit tudom én, tehát ilyen óriási káoszt kéne, hogy lássunk, de az valahogy nincsen meg. Tehát azt a hatást nem képes elérni, viszont az elején, amikor fokozatosan lesz egyre kétségbejtőbb a helyzet, az nagyon jól van ábrázolva, tehát igen, az igen. Nagyon feszültséggel teli. Igen, illetve van egy-két logikai baki, amit most megint csak spoiler miatt ugye nem. Egy-két dolog van, amire nem gyúrtak rá kellőképpen. Egyet elmondok, ami... Az nem spoiler, mert a film elején kiderül. Igen, mert az elég hamar kiderül, hogy Matt Damon karaktere, ő immunis a vírusra. Nem derül ki, hogy miért, egy dolog. Valószínűleg a vércsoportja miatt. Igen, tehát a végére tényleg itt millió számba mérik a halottakat, és azért hihetetlen, hogy van egy ember, aki immun... Mármint nyilván nem csak egy ember van, de ugye egy szereplő, aki immunis rá. Őt nagyon sokáig bentartják az kórházba, kivizsgálják, és nem jut eszükbe, hogy az ő vére alapján próbálnak ellenszert, holott Matt Damon az egyik jelenetben még erre rá is kérdez. Igen, hogy nem lehetne esetleg a véremből ellenszert. Igen. És azt mondják, hogy de lehetne. De lehetne, de miért nem? Nem derül ki. Tehát ez szerintem egy borzasztó logikai baki egy ilyen film, hát ilyet. És ez csak egy, voltak még jó, mondjuk azok nem voltak ennyire drasztikusak, de volt egy-két hiba. Ez volt, amire tényleg azt mondtuk, hogy na ez egy eléggé fajsúlyos igen, tehát fiaskó. Ez borzasztó, na, tehát ilyet akkor inkább felejtsük már, akkor inkább ne legyen immunis, vagy mit tudom én. Tehát... Igen, ezt úgy kár volt nem megjátszani, de szerencsére sok ilyen nem volt, és azért a filmről szerintem elmondható, hogy nagy rész képes volt azért a feszültséget megtartani, és nagyjából többé-kevésbé hitelesen bemutatni ezt az egész helyzetet. Igen, nagyon hangulatos volt, és sokat köszönhet a hangulat a zenei aláfestésnek, ami iszonyú profi volt. Hát igazából az az érdekes, hogy a zene nem ilyen nagy szabású, tehát ilyen, tulajdonképpen ilyen monoton zörej, ami de folyamatosan ismétlődik, volt. De nagyon-nagyon passzol hozzá, illetve elképesztően jók a montázsok a filmben, amikor igen. A vírus terjedését láthatjuk, a kéznyomok, meg a aprócska köhögések, így kezdődik az egész, elképesztően jól meg van csinálva, ott és látszik, hát hogy nem akár kiült a kamera mögött. És hát az utolsó jelenet is üt. Az igen, is nagyon jó. A stábista előtt látható képsor, ami az egész is egyszerűen nagyon, mesteri. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy... Igazából ennyi. Igen, tehát jó film a Fertőzés, de nem egy mestermű, nem egy világ megváltó darab, de mindenképpen emlékezetes, és szerintem kiemelkedik ugye a nagy, az éves átlagból, vagy hogy mondjam, hogy a nagy átlagból. Nem, tényleg nem formálja meg a műfajt, egy tök átlagos ilyen vírusos film, de annak nagyon jó, úgyhogy... Tök átlagosnál talán azért valamivel profibb. Tényleg ez rá a jó szó szerintem, hogy látszik, hogy nem akár kikészítette. Hmm, tehát azért látszik mögötte a szakértelem. Látszik, hogy Soderbergh készítette, mert ez is egy nagyon korrekt, iparos munka. Igen. Nagyon hatásos, igen. Nagyon megvan csinálva, de ez is csak egy iparos Randira munka. Randira nem ajánlom, de egy megnézést mégül is megér. Majd a moziból kifelé jövet lesznek érdekes gondolatok szerintem, igen. És akaratlanul is figyeljük, figyelni hogy... fogjátok, hogy ki fog köhögni, és ki mihez nyúl hozzá, ez garantált. Úgyhogy, én igazából ajánlom a Fertőzést, persze nem akármilyen környezetben, mint azt az előbb mondtam, tehát azért jó kedvetek valószínűleg nem lesz tőle, de abszolút izgalmas, jól bemutatott film, vagy hogy mondjam, tehát jól előadott film, azt akartam mondani, hogy jól bemutat egy adott szituációt, ami egyes filmeknek nem mindig sikerül, tehát ez végül is teljesen korrekt film, amit úgy egyszer tényleg érdemes megnézni. Ja, úgyhogy
Menjetek be, nézzétek meg aztán. És aztán lehetőleg gyertek is ki. Lehetőleg gyertek is ki. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!